Várják az ügyfeleket a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai személyes ügyintézésre. A koronavírus járvány kedvező alakulása miatt döntött úgy az intézmény vezetése, hogy bár csak korlátozottan és a biztonsági szabályok betartásával, de megnyitja a hivatal kapuit az ügyfelek előtt. Kezd visszatérni nem csak az országba, hanem a városba is az élet, és úgy tűnik, hogy mindenféle veszély nélkül, ugyan csak óvatosan, de hogy az ügyfélfogadás is Tolnai közös hivatalba is vissza fog térni. Tehát néhány héttel ezelőtt újra nyitott a kulturális központ, a könyvtár, most hétfőn újra nyitott az idősek napközi ellátás, az idősek klubja, és úgy döntöttünk edzőasszonnyal, hogy most már személyesen is fogadunk vendégeket itt a Városházán. Ez azt jelenti, hogy kedden egész nap, és pénteken délelőtt van személyes ügyfélfogadásra lehetőség. A hét többi napján pedig az eddig megszokott módon, ugyanúgy az előtérben kint hagyjuk azokat az űrlapokat, amiknek a kitöltésével, akár hogyha visszajön, személyesen visszahozza az ügyfél, akár hogyha ebbe egy hivatali ládába bedobja, úgyis el tudja érni a munkatársaimat. A polgármester hozzátette, hogy bármilyen ügyet el lehet intézni ezen a két napon személyesen, de telefonos egyeztetés után szívesen fogad ő is és a jegyző is bárkit, akinek további segítségre volna szüksége. Én azt gondolom, hogy egész jól hozzászoktak az ügyfelek ahhoz, hogy telefonon vagy elektronikusan tartjuk a kapcsolatot, de ha valaki bejött és a telefonon, kaputelefonon felcsöngetett, akkor azért az ügyintézők lementek és lehetett személyesen is ügyet intézni, csak nem azon a módon, hogy bejött az ügyfél és a nyitott irodákkal fogadtuk, hanem inkább az ügyintézők mentek ki, szigorúan maxba, kézfertőtlenítéssel. Mert hát eddig is azért voltak olyan ügyek, amiket kizárólag személyesen lehet intézni, például az esküvőket, akár magát az esküvői szertartást, akár pedig a bejelentkezést, vagy a hagyatéki ügyeket. Tehát ezeket elengedhetetlen volt, hogy eddig is személyesen intézzék az ügyfelek. Szeretném azért felhívni a figyelmet arra, hogy természetesen az elektronikus úton, illetve az e-mailen, levélben, telefonon eddig megszokott módokon történt megkeresés is ugyanúgy marad. Tehát nem csak személyesen, hanem mindenféle más módon is meg lehet keresni bennünket. A polgármester azt is elárulta, hogy a biztonsági előírások betartásával ugyan, de szinte teljes biztonsággal jöhetnek az ügyfelek a hivatalba. Én azt gondolom, hogy azért a tolnaiak nagy része már védett. Itt a kollégáim között nem volt egyetlen egy sem, aki covidos lett volna. Tehát úgy tűnik, hogy itt a Városházán mindenki egészséges. A dolgozók nagy része be is van oltva. Úgyhogy én nagyon, nagyon számítok arra, hogy ez így is marad, és se bennünket nem fognak megfertőzni, se mi nem fogunk megfertőzni senkit.